Október 21-től 10 napon át 150 nevettető filmet hoz a Comedy Cluj Nemzetközi Filmfesztivál a Kincsesvárosba. A rendezvény idén nem csak a mozikba, hanem 4 darab kolozsvári bemutatójával a színházba is juttat jókedvéből. Idén is a szokásos októberi időpontban szervezik a Comedy Cluj Nemzetközi Filmfesztivált, jövőre azonban a tervek szerint kilépnek a mozitermekből és a színházból, és egy melegebb időszakban szabadtéri programokkal is színesítik a filmfesztivált. Erről sajtótájékoztatón számoltak be a rendezvény szervezői. Kívánunk egyre inkább kilépni a film és a színház világából, és egy sokkal színesebb palettáját megmutatni a nagy közönségnek, ami a komédiát jelenti. Nem csak stand-upot hozni, hanem karikatúra, festmény, fotókiállításokat, az irodalmat befogni és behozni a Comedy Cluj Filmfesztiválba. A fesztivál fődíjáért 8 nagyjátékfilm, a rövidfilmes szekcióban 16 alkotás száll versenybe, de ezek közül csak egyik hazai alkotás. A Comedy Exotica fesztivál új szekciója olyan országok humorát mutatja meg, amelyekről alig tudunk, mint például Kazahsztán, Peru, Marokkó vagy Észak-Korea. Az exotikus szekció egy kihívás minden hazai néző számára. Olyan filmek, amelyeket sehol máshol nem találunk meg. A többi fesztivál film egy kis utánakereséssel megtalálható az interneten, de ezekhez nem lehet hozzáférni. Nekünk is mélyre kellett ásnunk értük, és nagyon örülünk, hogy sikerült elhozni. A 8. Comedy Cluj Nemzetközi Filmfesztivál október 21-e és 30-a között zajlik. A rendezvényen látható filmeket 4 kolozsvári moziban lehet majd követni. A Stúdió 26-ban pedig különleges vetítésekkel várják az érdeklődőket.